A Mezőkövesd Zsóri nemrég távozott vezetőedzője, Pintér Attila vehette át az évembere kitüntetést az önkormányzati évértékelőn. 2016. december 30-án tartotta meg szokásos évértékelő ünnepségét városunk önkormányzata a Városi Galériában. Az eseményen dr. Fekete Zoltán polgármester, valamint Tálai András miniszterhelyettes, térségünk országgyűlési képviselője elevenítette fel a jelentősebb történéseket, eredményeket. Dr. Fekete Zoltán néhány statisztikai adattal kezdte értékelését, majd elmondta például, hogy a diákok, fiatalok, nyugdíjasok támogatására több 10 millió forintot költött az önkormányzat. A néhány évvel ezelőtti kormányzati adósságátvállalásnak köszönhetően több pénz jutott fejlesztésekre, de a helyi cégek is több adót fizettek be a vártnál. A város első embere a benyújtott pályázatokról is beszélt. Ez évben mindösszesen 15 pályázatot nyújtottunk be, a terület- és településfejlesztési operatív program és a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program kiírásaira, uniós támogatások igénybevételére. Pályázatot nyújtottunk be a Zsóri Gyógy- és Egészségpark kialakítására, melynek keretében szeretnénk a fürdőfőbejárata előtti parkul és az azt mögött lévő arborétum területén egy korszerű, a mai kor minden igényét kielégítő közösségi teret kialakítani, gyógy- és egészség tematikára felépítve. Ipari park fejlesztésére és új iparterületek kialakítására is nyújtottunk be pályázatot, melynek célja a repülőtér területe mellett egy 27 hektáros ingatlan és a laktanya területéről az önkormányzat tulajdonában lévő 10 hektáros terület közművesítése. Emellett a hadas fejlesztését, Bügzsércig kerékpárút építését, orvosi rendelő, illetve naperőmű építését, vízrendezést, a kollégiumi konyha megújítását célzó pályázatokat nyújtottak be. Tálai András a világban és az országban történt eseményekre adott kitekintést. Felidézte a váratlan eredményeket hozó népszavazásokat és választásokat, a Brexitet, Donald Trump megválasztását és az olasz kormány bukását, valamint a hazai népszavazást. 2016-os év nagyon különleges év volt. A világpolitikai eseményeket, a világban történő zajló eseményeket tekintve. Ugyanis azt hiszem, hogy 2016-ra kiderült, hogy az a biztonságos Európa, az a stabil Európai Unió, az bizony véget ért. A 2016-os év a migrációról, a terrorról, a váratlan szavazásokról, és ugyanakkor pedig nagyon érdekes Magyarország helyzetének erősödéséről, Magyarország gazdaságának erősödéséről, és az ország biztonságosabbá válásáról szólt. Tálai András emellett hangsúlyozta, Mezőkövesd épülő, szépülő város, mely büszke lehet a mozgalmas kulturális életére és a sportsikerekre is. Az ünnepségen átadták a Mezőkövesd évembere 2016 kitüntetést, amellyel az önkormányzat Pintér Attilát, a Mezőkövesd Zsóri nemrég távozott vezetőedzőjét tüntette ki. Pintér Attila megköszönte az elismerést, a város és a klubvezetés bizalmát, az emberek segítségét. Egy közös munka akkor eredményes, ha mindenki a saját feladatát csinálja profi módon, és nem szól bele a másiknak a munkájába. Itt ez történt, mindenki tette profi módján a lehetőségekhez képest a dolgát. Azt gondolom, hogy az eredmény, aki dolgozik, aki tesz érte, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy sikeres legyen, annak előbb-utóbb meg kell jönnie. Én nagyon örülök neki, hogy ebbe az évbe kétszer is sikerült ez a siker, hiszen az MB2-ből sikerült feljutni, és most decemberben pedig olyan helyen áll a futballklub, hogy történetének legjobb helyén hagyom itt, fájó szívvel hagyom itt. Nagyon meg szeretném köszönni minden egyes szurkolónak, aki támogatta ezt a csapatot, hiszen nem csak hazépán, hanem idegenben is öröm volt játszani, hiszen a szurkolóink mindent elkövettek annak érdekében, hogy otthon érezzük magunkat, és azt gondolom, hogy ez a mai futballban ez nagyon nagy dolog, úgyhogy köszönöm nekik. Köszönöm minden olyan embernek, minden olyan dolgozónak, aki segített abban, hogy ez az eredményesség létrejöjjön. Az eseményen felléptek a zeneiskola tanárai, valamint a Százrózsás Néptánc Együttes tagjai.